Jó reggelt kívánok, kedves nézőim! Ezen a mai reggelen is három igét olvasok. Az első, ami a mai napra szóló tanács, a Zsoltárok könyvében található megírva, a 34. Zsoltár 15. verse. Törekedj békességre, és kövesd azt. Amikor az ember felkel, nem tudja, hogy azon a napon még mi vár rá. Nem tudja, hogy kikkel találkozik, nem tudja, hogy milyen téma lesz és milyen szóváltás kerekedik, nem tudja, hogy milyen cselekedetek, milyen körülmények várnak rá. Nagyon sokszor időközben veszítjük el a békességünket és a türelmünket. Reggel még felkelünk, megisszuk a kávénkat, és még békés hangulatban vagyunk. Aztán kimegyünk az otthonunkból, találkozunk emberekkel, beülünk az autónkba, elkezdünk vezetni, találkozunk a társakkal, akik szintén közlekednek, talán türelmetlenül, és elveszítjük a türelmünket, elveszítjük a békességünket. De lehet ez így az emberi kapcsolatainkkal is. Bemegyünk a munkahelyünkre, még jó a hangulat, aztán szóváltásba keveredünk, és a békességnek annyi. Az ige azt mondja, törekedj a békességre, és kövesd azt. Nem a körülményeinkre hivatkozhatunk akkor, amikor békétlenség, háborúság van bennünk, vagy körülöttünk, hanem az ige arra hívja fel a figyelmünket, hogy mi lehetünk azok, akik változtathatunk. Legalábbis abban változást hozhatunk, ami bennünk van. És hogyha bennünk békesség van, akkor ez a békesség jó eséllyel kisugárzik, másokra is hathat. Ha bennünk nincs békesség és a békétlenséget még növeljük, akkor egészen biztos, hogy a háborúság folytatódik. Törekedjetek a békességre. Az, hogy törekedjetek, az azt jelenti, hogy sok mindent meg kell tennem a békességért. Nem csak egy szép gondolat bennem, hogy én szeretnék békességben élni, én szeretnék békés ember lenni és békés emberek között élni, hanem törekednem kell, dolgoznom kell a békességért. Sokszor le kell mondanom a gondolataimról, a vágyaimról, az igazamról, azért, hogy békesség legyen. Azt mondja az ige, kövesd a békességet. De hogyan tudok törekedni a békességre? Hogyan tudom követni a békességet? Hol találom meg az erőforrást a békességhez? Hiszen sokszor az ember alig tudja lecsendesíteni a saját indulatait. Milyen erő kell ahhoz, hogy békesség legyen bennem, és békességet tudjak teremteni magam körül? János evangéliumában olvassuk az ígéretet, a 14. rész 27. versét. Jézus mondja, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. No, ez az evangélium, ez a jó hír ezen a mai napon is, hogy nem vagyok a saját erőmre utalva, amikor törekednem kell a békességre. Mindig hagyatkozhatok Jézus Krisztusra, mindig hagyatkozhatok arra a békességre, amit ő hagyott, mindig meríthetek abból a békességből, amit ő hagyott nekünk, mert ő az ő békességét adja. Akkor, amikor imádkozunk ezen a mai napon, akkor imádkozzunk azért, hogy add nekem a te békességedet, hogy legyen bennem gazdagon a te békességed, és ez a békesség nyugtasson meg engem, és ez a békesség áradjon ki a környezetemre. Ez a békesség teremtsen békességet a környezetemben. A fohász Ézsaiás könyvében a 26. rész 12. versében található. Uram, te szerzel nekünk békességet, hiszen mindent te tettél, ami velünk történt. Olyan jó tudni, hogy az életünk az Isten kezében van. Olyan jó tudni, hogy minden onnan jön. És ha tudjuk azt, hogy hiszen mindent te tettél mi velünk, és minden jó, ami történik velünk, akkor már is békességünk lesz. Sokszor a békétlenség a jövőtől való, a következő pillanattól való félelem gyümölcse. De ha tudom azt, hogy Isten kezében van az életem, hogy Istentől jön minden, akkor benne bízva békességem lehet, benne bízva törekedhetek a békességre, benne bízva békességet teremthetek. Kívánok mindenki számára egy ilyen napot, belső békességgel, és hogy ez a belső békesség kihasson a környezetünkre is, hogy a környezetünknek is, embertársainknak is, családunknak is
békessége legyen ezen a mai napon. Áldott békés napot kívánok!